sikeres eredményeket követően ismét gőzerővel folytatták az edzést a helyi tornászok a tornacsarnokban. A DKSE kötelékében versenyző sportolók kiváló eredményekkel öregbítették az egyesület és a település jó hírét. Az országos magyar bajnokságon 5 számban is 5 aranyérmet szereztek a sportolók, akik ezzel a kiváló teljesítménnyel igazán büszkévé tették Drenka János edzőt és a település sportkedvelő közösségét. Megmondom az igazat, hogy maximális elégedett voltam a lányokkal, nagyon ügyesek voltak, és az igazsághoz tartozik az is, hogy az érmeket azt én nem számoltam, hogy mennyi. Én inkább a döntőket számoltam, ugráson 2 döntő, felemáskorláton gerendán és talajon meg 3-3-3 döntő. Ez azt jelenti, hogy a 6 legjobb versenyzőből ugráson 2, a többi szeren 3 dunajvárosi versenyző volt bent a legjobb 6 között. Ennek maximálisan örülök, hát természetesen meg arra maximálisan büszke vagyok, hogy mindez 5 aranyérmet haza tudtuk hozni. Az edző arról is beszélt, hogy az eredményes szereplésnek az érmek mellett egyéb eredményei született, hiszen azzal, hogy az egyesület kötelékében versenyző sportolók közül többen is bekerültek a válogatott keretbe, immáron a hazai tornasport gerincét a dunaújvárosi kiválóságok adják. Én is azt gondolom, hogy jelen pillanatban ma a magyar torna az Dunajvárosra épül, javarész Dunajvárosra épül, természetesen tisztelet az összes többi klub felé, viszont ez mindenképpen előny, hogy amit most mondtál, ezt meg tudom erősíteni, valamint még azt is, hogy az ifjúságiak között is van egy válogatottunk, aki szintén a legeredményesebb magyar válogatottként kvalifikálta magát az EIOF csapatba, ott egy 3 fős csapat lesz, valamint szintén jönnek majd velünk az Európa-bajnokságra, junior Európa-bajnokság lesz számukra, és ott viszont az 5 fő között szintén ott van Lili. Makovics Mirtil is a felnőtt válogatott keretét erősíti majd az elkövetkezendő megmérettetéseken. A sportoló büszkén számolt be az említett sikerről. Hát igazából én elsősorban, hogy őszinte legyek, én nem számítottam arra, hogy bekerülök a csapatba, de nyilván a végsőkig küzdöttem, és tényleg a versenyeken oda tettem magamat, hogy azért mégiscsak bizonyítsak, hogy van ott helyem, és hál' Isten ez így sikerült is, mert az elmúlt versenyek jól sikerültek, úgyhogy nagyon örültem és boldog voltam, hogy igazából a szövetségi kapitány így bizalmat szavazott, és betett a csapatba. A fiatal tehetség a világkupán is kiválóan szerepelt. Elmondása szerint igazán örült az ott elért eredményeknek, és motiváltan folytatja az edzés munkát a továbbiakban. Nekem a világkupákból ez volt a második, és hát sokkal jobban sikerült, mint az első, és attól függetlenül, hogy ugye ott a döntőben korláton sajnos becsúszott egy apró rontás, én ettől függetlenül is elégedett voltam így a teljesítményemmel. Az itthoni versenyekkel meg tényleg itthoni azt tudom mondani, hogy ezekkel is abszolút elégedett voltam, mert tényleg egy szép gyakorlatokat tudtam bemutatni a szereken. A DKSE tornaszakosztályával kapcsolatos híreket, eredményeket és összefoglalókat a Dunaújváros online-on is megtekinthetik a tornasport szerelmesei.